törvényét fogjuk igazolni ebben a mérésben. Ehhez egy viszonylag nagy teljesítményű ellenállást használunk fel. A feszültség és az áramerősség mérésére a multilab rendszert használom. Az 1-es, illetve a 2-es portjára egy áramerősségmérőt, illetve egy feszültségmérőt kötöttem, kapcsoltam. A programot úgy állítottam be, hogy a mért értékek közül a vízszintes tengelyre az áramerősség, a függőleges tengelyre pedig a feszültség kerüljön. Ebben az esetben, ha megnézzük majd a grafikont, amit a gép automatikusan elkészít, egy egyenest kell, hogy kapjunk. Az egyenes meredeksége az ellenállással egyező nagyságú. Induljon a mérés. És lássuk a grafikont, tényleg egyenes lett-e.